nap egy hasizomblokkal készültem számotokra. Az első gyakorlat egy pad segítségével lesz. Mutatom, hogy néz ez ki. Jó, megtámaszkodsz a padon, kiemeled a lábat a levegőbe, a húzásnál felsőtest is ráközelít, majd visszajössz. Végig hasizomból tartod, és így csinálod az ismétlést. Jó? Ebből a gyakorlatból végezzetek 20, akár 30 ismétlést, ha jól megy. Figyelj arra, hogy amikor már a derekad kezd fájni, akkor azt jelenti, hogy elfáradt a hasizmod. Végig koncentrálj arra, hogy a hasvesző jön be. Végezzetek ebből is 3-szor 30 vagy 20 ismétlést, amíg jól érzed, hogy beégett a hasizmod. Jó, a második hasizom gyakorlathoz már egy fitbolt használunk. Kezembe vettem egy, most jelen esetben egy medicin labdát, lehet ez egy tárcsa vagy bármi más, felülésnél fogod használni ellensúlynak. Jó, mutatom a gyakorlatot. Kitámasztasz, deréktár meg van támasztva, és felülésnél egyet jobbra, egyet balra. Végezzetek ebből a gyakorlatból is 3-4 sorozatot, 16-20 ismétléssel garantáltan megdolgoztatja az oldalsó hasizmaitokat. Hajrá! Jó, a harmadik gyakorlathoz pedig majd egy rútra lesz szükség. Nyújtózkodva lábfelhúzások lesznek, mutatom, hogy milyen gyakorlatokat képzeltem el. Nyújtott lábas az első. Ez megvolt, még nem hagyod abba. Jön a hajlított láb, még ráhúzom. Jó, és hogyha megvolt ebből a 10-10, ebből is lehet nyugodtan 3-as, 4-es szériákat folytatni. Ugyanígy körbe, mind a 3 gyakorlattal. Jó edzést kívánok hozzá! Találkozunk legközelebb! Sziasztok!